Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb epizódja, és Ákos, szia Ákos. Szia Balázs. E... Eljött Mi az, nem <laughs> mondod, hogy balás! fura volt. A lényeg, De hogy nem, mindig, CK2 alatt is mondom. Lehet. A lényeg, hogy eljött az a pillanat, amit nem vártunk, és én nem akartam, hogy ez legyen. De a mai podcastban Donald Trumpról fogunk Kira. beszélgetni. Tudod, <laughs> a South Park figuráról, aki véletlenül elnök lett. Jala. A valóságban. Mr. Garrison? Vagy Mrs. Garrison? Mr. volt egy Nem, karakter. alapból Trump olyan, mint egy South Park karakter, egy ilyen paródia, és ő valahogy elnök lett. És miért kell róla beszélnünk? Mert, oké, okay, hol kezdjük Szóval 1776-ban, mikor. Nem 1492-ben? Ja, igen, igen. Sőt, annak is megvolt az ok, hogy Kolumbusz miért ment Amerikába, méghozzá azért, mert amikor a törökök elzárták a keletfelül zajló ö, kereskedelmet, akkor a spanyol pár aragóniai. És nem állítasz. Szám... Ne, mondja csak, én elérek, a többiek meg áttekerik kasztíliai akárkicsoda és aragóniai akárkicsoda, szóval Ferdinand és Izabel házasságot kötöttek, és ennek megünnepléseképpen megengedték Kolumbusznak, hogy megpróbálja másik oldalról elérni Indiát. De zátonyra futott. Egyik dolog követte a másikat, és... Uh... Amerikát se hívták még zátonynak, mondjuk a podcastban viszont inkább arról lesz, hogy miért, hogy... Hatalmas zátony Amerika. Igen, végül is igen. Szóval egyik dolog követte a másikat, volt néhány népírtás, meg uh, Ja, azt hittem, mert túl vagyunk rajta, de elkezdhetjük a témát. És akkor 1776-ban uh, a harmadik György ellen lázadtak föl a gyarmatok, és megalakult az Egyesült Államok. Az Egyesült Államokban nagyon fontos volt az alulról szerveződő hadsereg, ezért, most nagyon rölg, amúgy nem <coughs> látjátok, ezért a miliciáknak, azaz mindenki, miliciákba szerveződtek a népek, ezért fontos volt, hogy alkotmányba rakják, hogy... Egy perc, mielőtt elmennétek, ez egy gaming podcast, videójátékiparra foglalkozunk, <laughs> hamarosan rátérünk a lényegre. Már rég nincsenek itt. Szóval... Um... Ezért alkotmányban rakták, méghozzá nem, azt hiszem a második, de nem végben a biztos, lehet, hogy ezt jobban tudod, melyik alkotmány módosítás. Második, a azt hiszem. De a má tényleg Second Amendment, mondják Igen. a GTA 4-ben is. <laughs> stay safe, stay Second Amendment. Belerakták a második alkotmány hogy alapvető joga mindenkinek a fegyverviselés. Hull. Újabb évtizedek teltek el békés gyilkolászásban, mire jutottunk a 2000-es évek, 2010-es évek közepére, amikor egyre aggasztóbbá vált az, hogy amerikaiak gyakran kattannak be, és mészárolnak le mindenkit, mert simán lehet automata, illetve félautomata fegyvereket venni, és hozzávenni egy 5 dolláros pöcköt, ami automatával alakítja őket. És mivel a fegyverlobbi nagyjából 300 éve része az Amerikai Egyesült Államok működésének, és a legerősebb lobby, ami létezik Amerikában, ezért amikor ilyen történik, akkor nyilván nem a fegyvereket fogják uh, hibáztatni. <laughs> jó, jó. Látokom. Szóval nem a fegyvereket veszik elő, hanem eleveszik a fegyvereket, vagy a nagyágyukat, és azt mondják, hogy mindez csak és kizárólag egy dolog miatt van, az erőszakos számítógépes játékok miatt. Bűnbakkeresés zajlik most is, viszont van egy elnökünk, Nekim illetve nem hát nem. nekik, nekünk csak a bajszhoz Szóval, hogy van egy elnökük, aki nagyon fogékony arra, hogy, hogy a fegyverek pártját fogja, és nagyon nem tud semmit a számítógépes játékokról. De eléggé elfogult, mert hogy szoros kapcsolat köti a National Rifle Association-höz hát kb. Igen. valószínűleg, mert rengeteg pénz van benne, és Trumpnak a pénz kell, meg a pénzt tartja a hát, felszínen. Igen, és hát a, ő egy az ember. És ugye a, a fegyvere, tehát ugye a, a Nemzeti Fegyvertartó Liga, vagy mi a, a neve, szóval azok így nagyon sok pénzre támogatták mindig is a republikánusokat úgy általában, Trumpot meg aztán főképpen. De akkor ne is a politikai vetületéről beszéljünk, hanem arról, hogy miért ez az egész, hogy miért a játékokat Beszéljünk arról, hogy mi az, ami nálam, kiütöltem most a biztosítékot, jó? Na. Oké. Okay. Szóval most uh, volt a Fehérházban fogadta az elnök a videojáték képviselőit, hogy ezek kicsodák? Az a egy kiváló videójáték kérdés. A videójáték inkább. Hát végül is mindenkit képviseltek. Hát, Téged mely, is! melyik videójátékot képviseli? Mindegyiket. A Bioshock infinite azt Az főleg. <laughs> és uh, és fogadta őket Trump gyakorlatilag a szőnyek szélére állította őket, Valószínűleg azért, mert akkor ugye a bűnbak az a videójátékok lesznek, és valahogy megpróbálják leverni majd a videójátékokon ezeket az erőszakokat. Ami azért remek, mert nem fog megoldani semmit. Szóval mi meg, meg kell, halni a több száz embernek, hogy történjen valami. De hey, fiataloknak. That's the American way. <laughs> és ennek örömére az amerikai fehérház valami gyakornoka aki szerintem 67 éves lehetett, csinált <laughs> egy összeállítást, egy montást, esetleg itt az aláírásban megtaláljátok, hogy Ákos nem felejtél ki. Most növeljük a nézettségét annak a Igen, videónak. igen, mert növeljük, mert hogy ők nem ebből élnek. <gül> <gül> Jó, nyilván. És csinált egy összeállítást az erőszakos videójátékokról. Egy ilyen másfél perces klipet. Volt abban Kod, Sniper Elite, Wolfenstein, Dead by Daylight, Fallout 4, az amúgy nagyon vicces. GTA, nem volt benne. Pont a Falloutból vettek ki egy olyan uh, jelenetet, amikor így négyszer közelről belőle Sotival, <laughs> és minden golyó lepattan az ember kivéve az utolsó, amikor így felrobban a feje. Nyilván Igen. ilyeneket kerestek, De ami először, ilyen nagyon először, Tehát ül az ember, ül az ember, hogy rálőnek, és akkor így, az meg így feláll. <laughs> És akkor mi belelőnek egyszer. Oh boy! És nyilván ez komikusra tette az egész mondást mert hogy ennyire komolyan vehető az erőszak a videojátékokban. Egyébként itt szólnám közben, hogy nagyon érdekes a montázs, mert egy rakat olyan elemet tartalmaz, amikor az erőszak elszenvedője a játékos outlast vannak ilyen, abból vannak ilyen halál animációk. Abba? Yeah. Dead by Daylight ugrik be. Nekem az Outlastnak tűnt mindegy, viszont ott van a Fallout 4, amit végig lehet játszani, amikor, hogy egy lőnél egyet. Tehát igazából az a játékoson múlik, hogy mennyire akarja előszakosan játszani. Illetve az a nagyon-nagyon híres, nevezetes No Russian című pálya a Modern Warfare 2-ből. Aminek az a trükkje, és ez tényleg nagyon-nagyon okos, hogy uh, ott nem kell lőnöd. Már ez az a jelenet, amikor nyilván tudjátok, de azért ja, elmondom a gyengébe kedvéért, hogy jó rosszul fogalmaztam mi, most, most mm. legyen gésztem egy mm. csomó ember. Mindegy. Az az a jelenet, amikor a reptéren te vagy, hát, ilyen beépített terrorista, és be bele kell lőni a tömegbe. De neked. Beépített egyébként... ügynök vagy a terroristák között? Igen. <laughs> de hogy nem 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 kell meghúznod a ravaszt, csak hogyha úgy Igen. érzed. Tehát ők elkezdenek mészárolni ártatlan civileket, de a játék egyszer sem mondja neked, hogy te is mészárolj. Csak hogy automatikusan ugye beindul az a reflex, és a legtöbben elkezdenek mészárolni, de nem, tehát nem lesz mission félt, hogy nem csinálsz semmit, csak végig az a pályán, nem történik semmi. Viszont ez a gyaki, ez olyan felvétel talált meg, mert amúgy látszik, hogy úgy vágott össze videókat, amikben belelőnek a tömegbe. Szóval itt már felmerül az ágens kérdése. Ez csak egy ilyen kis mellékes zörge volt, hogy manipulálják a beszélgetést azzal, hogy direkt olyan jeleneteket vesznek ki belőle, erre gondolsz, nem? Igen, mert hogy nem kell abban a játékban lőni, és hogyha nem lősz, akkor évig is csak FPS nézetből nézed, ami történik, ami meg egy film. Az oké de közben meg ott van a másik oldal, hogy a Wolfensteinnek, meg az egész promóciós anyagnak az a lényege, meg a játéknak is, hogy ő meg minél több nácit, oké, okay, értem, hogy náci, és akkor most ellenségképp, nem ellenségképp, az a lényeg, hogy rengeteg játék van, ami buzdít téged az erőszakra. Viszont attól még, hogy egy játék buzdít téged a játék világában az erőszakra, az nem jelenti azt, hogy utána te kimész az utcára, és késdobáló leszel a piac utcán. Mármint, hogy bűvész? Nem, nem, hanem hogy nyilván, mivel Magyarországon nem lehet félautómata, meg semmilyen fegyvereket csak úgy hozzájutni, ezért te a max a konyhából tudod kivenni a kés. Kezdjük ott, hogy a legnagyobb probléma ezzel az, hogy, hogy lobby. Nekem nincs az a bajom, hogy csinálnak kutatásokat, meg kutassák ki, meg minden, tényleg derüljön ki, hogy, hogy csinálja valamit a videójáték, de egyelőre minden kutatás azt mondja, hogy nem csinál semmit, és ennek ellenére a szőnyek szérén állítatják a videójáték ipart, és azt mondják, hogy még egy ilyen lövöldözés, és nagyon rossz lesz nektek, és most akkor mit csináljunk? De hogyha kiderül, hogy, igen, hogyha kiderül, hogy tényleg van valami, akkor első között fogom azt mondani, hogy igen, korlátozzák, ne legyen hozzáférhető, mert hogy amúgy elvileg el lehetne adni egy csomó játékot a gyerekeknek. Ja, de hát hozzájutnak. Mert a szülők megveszik, mert csak egy játék. Akkor meg Vagy ott vagyunk, ahol, magának. ahol az előzőben, hogy a szülő felelőssége. Igen, az elszervés podcaston beszélünk. Igen, igen nem azon gondolkodom, felelősége. hanem alapból nekem nekem nagyon-nagyon nehezemre esik elfogadni ezt az állítást, ahogy te is mondtad, a kutatások ezzel ellen szólnak, hogy a videójáték erőszakossá tesz téged. Mert... mert nem. Hogy így magunk körül látjuk, hogy ez nem így van. Miért van az, hogy csak Amerikában vannak ilyen lövöldözések? Oké, okay, vágom, Európában is volt egyszer-kétszer. De miért van az, hogy két havonta Amerikában van egy lövöldözés, pedig az egész világon játszák a videojátékokat? de itt, 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 nincsenek olyanok, hogy a gyerekek bemennek kalapáccsal, meg késsel az iskolába, mert a videójáték erőszakossá tette őket. Valahol pont Amerikában, ahol könnyű hozzájutni a fegyverekhez, ott van a lövöldözés. Videójátékot mindenhol játszanak, csak nem mindenhol lehet hozzájutni a fegyverekhez. Azt teszem, amikor mikor hozta a szenzációs hírt, az, nem tudom, Fox News-ai valami, hogy Osama Bin Laden is videójátékokkal játszott. Ja. Baj, hogy a mi korosztályunkban 95%-os eséllyel találkozott már valaki videojátékokkal. Szóval, hogyha valaki elkezd lövöldözni, és megkérdezik, hogy játszottál videojátékkal, akkor Pessz, persze, hogy mindenki játszott. <síns> azt mondják, hogy a lövöldöző 95%-a játszott. Guess what? A teljes népesség, vagy az a, a korosztály 95%-a. <síns> okay. Tehát, hogy ez így nem szám, nem adat, mert hogy nincs mellette a, a normális szám. Mindegy. <laughs> szóval nem akarunk megint abba belemenni, hogy, hogy hülyesség az, hogy a videójáték butit is nyomorba dönt, de hogy mindig itt vagyunk elakadva, az ami, az, az, ami fantasztikus. És, és, és tényleg azt érezni, hogy, hogy csak, a, csak, az, hogy lobby. Tehát nem csak, hogy nem old meg semmit, az, hogyha most csesztetjük a videójátékokat, hanem még el is tereli a figyelmet az igazi problémáról. De fegyvereket kéne betiltani. Ennyiről szól az egész probléma, csak annyi pénz van a fegyveriparban Amerikában, hogy akkor előveszik a videojátékokat. Aminek mm. meg egyszerűen nincs köze hozzá. Tehát a, az jutott eszembe idefelé menet, mert hogy most gondolkodtam egy picit a témán, mielőtt leültem a mikrofon elé, hogy igen, a videójáték tud indulatokat kiváltani. De különbség van az, az indulatok, az agresszió és az ördöklés között, mert én többször láttam embert a FIFA miatt földhöz vágni a kontrollert, mint mondjuk a kod miatt. Csak azért, mert egy videójáték erőszakos, attól az nem ülteti belőle az erőszakot, amit mondjuk a szülők látnak, hogy a gyerek tiszta ideg, az nem azért van, mert lövöldözős játékkal játszott, hanem a versenyszellem miatt, hanem versenyzett valakivel, és vesztett benne, és felved benne a pumpa, és földhöz baszta a kontrollert. De ez ugyanúgy megy FIFA-ba is, meg ugyanúgy megy kodba is. Nem kell vérnek fröcsögnie ahhoz, hogy valami felhúzzon téged. Most, hogy mondod, és belegondoltam, és basszus, tényleg, engem szerintem GTA 5 nem bosszantott fel egyáltalán, mert hogy így nem volt nehéz játék. Tehát nem hozta belőle merő az agressziót, azért, mert mindenkit lemészárolt. hogy lemészároltam, mindenkit csokolom, csókolom, megvan az achievement. <coughs> uh, ezzel szemben a fifák, az NFL, azoknál, azoknál tényleg bele tudnám néha állítani a képernyőbe a, a mert érzem, hogy csal a gép, és uzanom csal. És az NFL-ben is most azzal játszom otthon, ahol van egy Xbox van, nem az enyém, de játszok vele. És ott NFL ezek, uh, meddig NFL, és állandóan interception dobok. Bármit is jelentsen most ebben a szituációban én vagyok a gyengébb, tehát mondd azt, hogy a gyengébbek kedvéért az interception az... A gyengébbek kedvéért, Ákos kedvéért az interception az az, amikor ugye indítja a... Tudod, így dobálják a labdát. Igen. Ez nagyon... Ez Ami nagyon sok, részű, sok részű podcast. Beszélünk történelemről, sportokról, Trumpról. Szóval, reality-ről. És akkor dobálják a labdát úgy, hogy így van hátul egy ember, aki így, így csak így áll, és így néz, hogy kinek lehet előre dobni. És amikor előre dobja a labdát, akkor a csapatásnak el kéne kapnia. Ha nem a csapatása kapja hanem az ellenfél kapja el úgy, hogy Birtokolja a labdát, nem csak kiüti, Igen. akkor az interception is akkor megfordul, és az a csapat támadhat, aki eddig védekezett. Ez J egy hihetetlen nagy szívás, az a lényeg. Ja, ilyenkor van az, amikor megáll három percre a játék, és akkor megint várni kell, mit csinál. Nem, nem az minden egyes akció után van. Nem, az a lényeg, hogy a támadás nagyon sokáig tart az NFL-ben, tehát olyan, mint 5-8 percig de hogyha interception dob valaki, akkor, akkor elveszi az, az, a csapat a támadását. ennyi bőven elég lesz. És köszönöm. mivel, és mivel egy meccsen, nem tudom, van vagy 6-8 támadás, ezért egy támadást elveszíteni elég nagy hátrányba hozhatja a csapatot. Tehát... Tehát ez nagyon fel tud cseszni, amikor, amikor nem a játék a, a, labdát. Ezt akartam mondani csak az egészből, de emlékszem, a FIFA is mindig csalt. Mindig csalt. Tehát e, nyersz öt meccset, és a hatodikat már nincs az Isten, hogy meg tud nyerni. Egyszerűen semmi nem megy be. A kodot viszont végigjátszod, négy ja. órás kampány, utána bemész a fegyverboltba, veszel egy félautomatát, másnap reggel meg a suliba kötsz. De tök nyugodt vagyok. Nem, tök nyugodt. Szóval kezeljük már helyén a dolgokat. Ne adjunk se fiatalok, se középkorúk, se öregek kezébe fegyvert, és akkor nem lesz mészállás. Videójátékot meg hagyjátszom már az, akinek ez a szórakozása. Lépjen oda az elszerbé. Mármint, hogy érted, hogyha ott van az elszerbé, és azt mondja, hogy 18 plusz, vagy, vagy, mit tudom én, elmolvasi vizsgálat kell hozzá, whatever, kit érdekel. De, hát, de, de, nem, mert ez, ez, meg, ez, meg, korlátozza, úgymond a, 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 a terjedését, meg a, létterét a videójátékoknak, hogy három szűrőn kell átmenned, mire eljut hozzájuk. Én nem örültem volna, hogyha mondjuk, nem tudom, 12 évesen, mikor leülök a csé elé, azelőtt még hatszor időpontot kell kérni az orvostól, meg a szülőktől engedélyt. Jó, mondjuk anya letiltottak ott kettőről. Na azt, hát, hát én se hármazhattam. Mert erőszakos. Hát érted, a a azért nyilván a szüleink nem ebben üttek fel, ők nem látják, és most már ők is belátják, hogy most már nem csesztett nekem ilyen. Bár most, hogy már elmúltál 20 éves is. És nem észároltam le senkit. Bárcsak nem egy 60 éves dedós ülne az elműszékben, mert mindenki más képes lenne itt valami normális kompromisszumot létrehozni, de sajnos egy, egy komplet idióta van ott a fehérházban jelenleg. Meg amúgy nyilván benne van ez. Nem szabad túl fiatalon kitenni a gyerekeket erőszaknak. Sem erőszakos filmet sem nagyon nézenek, játékot sem játszanak, nyilván ezért vannak a korhatárok. De hogy alapvetően multijátékokban engem a 10, 12, 14, 16 éves gyerekek nem azért zavarnak, <laughs> mert fiatalok és cséznek, és a csély erőszakos, és ne játszanak vele, mert a saját példámon kiindulva nem ettől lesz valaki rossz ember. Engem azért zavarnak a tizenévesek tizen a multijátékokba, mert idegesítőek, mert vinyognak, és mert folyamatosan beszólogatnak. Tisztelet a kivételnek. Tisztelet a kivételnek. De hogy itt is ketté válik az a dolog, hogy adhattunk, nem feltétlen, nem szabad a kezébe adni erőszakos játékot. Az, hogy a gép előtt ordibál másokkal, az meg neveltetés kérdése. Én nem nagyon ordibáltam még múlti játékokban se, 14 évesen se. Amerikában nagy hagyománya van ennek a felelősség áthárításának, és most nagyon sok ponton érzem ebben a témában. A szülő áthárítja a felelősséget gyakorlatilag mindennel, ami negatív és a gyerekkel kapcsolatos, a videójátékokra, meg az iskolára, meg a yadijadijáda. A fegyvergyártók áthárítják a felelősséget, a fegyverekről, tudom, mivel gyilkolnak, valamilyen elvontba, hogy de miért gyilkoltak? Nem az számít, hogy mivel gyilkoltak, hanem, hogy miért? <laughs> ők átadják a felelősséget a videojátékokra. És hát a videójátékok csak kire mutogassanak, mármint, tehát, hogy ők, ők, nem tudnak mutogatni senkire, behúzzák fülüket, farkukat, csak Trump hogy csúnyán nézzen rájuk. Sad. Tudod, ki kéne nekünk? Frank Underwood. Őt kéne, őt kéne elnöknek Amerikába, hiszen ő kodozik. Pontosan tudja, hogy miről ja, van igen. szó. Jó. Végül is vannak vele problémák. Vannak Morális, etikai fenntartásai vannak vele kapcsolatban. És most a karakterről beszélek, nem a színészről. Abban nem menjünk bele, mert az lenne a legsok YouTube podcast a csatorna történetébe. Én nem. Én, én már... Nem tudom az első mondattal, -e, de kb. az első öt mondatommal elmondtam, amit akartam. Ja, jó. Nem a videojátéktól lesz erőszakos a gyerek. Ne adjunk fegyvert a kezébe. Mert akkor a pszichopaták két havonta előveszik, akik amúgy is öltek volna, és semmi közük nincs a videojátékhoz, és ölnek. De úgy meg, ha belegondolsz, mi a legnépszerűbb gyere gyerekjáték? Dotta. Nem. A játékpisztoly. Erre mi, a le nem, mi a legnépszerűbb számítógépes játék, amivel. Minecraft. Minecraft. Na, annál békésebb játék, kevés van. Jó, értem én, hogy, hogy ott is kardozni kell, meg minden, de hogy abszolút nem arról szól, hogy te ott gyilkolán szól, meg halomra vesz mindenkit. Szóval, hogy ez egy kicsit olyan, hogy rá lehet fogni, hogy igen, ott van a kod is, de talán nem reprezentatív. Egy Codbor és Outlast 2-ből összeállított montázs a videojáték piaca. E, jó, viszont nem is azt mondták, hogy a videojáték úgy, ahogy van. Jó, mondjuk a videónak az a cím, hogy Violence in Videogames. Pontosan. De azért a játékok... Most Nem tudok statisztikát mondani, de tegyük fel, hogy a fele az azért mindnek... Na, a fele az erőszakos. Összeraknék egy montást, hogy Violence in Movies. In <laughs> 2008. És abból kijönne 5 percnyi... Uh, nem ugyanígy, nem jelván, másfél persze. helyet. Vagy violence in books! És tudod, egy bácsi, hogy olvassa fel, hogy and then he took his gun and he shot him down. There was blood everywhere. De <laughs> <laughs> azt akartam még mondani amúgy, hogy egy valami viszont igaz. A videójátékok nagyon sokáig az agresszióról szóltak, az agresszió levezetésről, és mivel ez egy, ez egy olyan műfaj, ahol nem tudom, ez így alakult, de nagyon, sok, nagyon kevés olyan játék volt, úgy mondjuk három évvel ezelőttig, ugye tényleg AAA, mainstream, stb., ami nem a gyilkolásról szólt, amiben nem kellett megölni senkit. Ez azért tudom, mint az én édesapám, ő nem szereti az agresszív játékokat, nem is játszik igazából agresszív játékokat, de játszik játékokkal. Tehát mit tudom én, rallis játékkal, városépítős játékkal, és mikor átnéztem az Xbox gyűjteményemet, hogy milyen játékot ajánljak neki, nem találtam gyakorlatilag olyat, amikben nem kell valakit megölni. És mióta vannak indie stúdiók, meg indiből vált triplás stúdiók, azóta sokkal jobb a helyzet. De valahogy az tény, hogy nagyon túlreprezentált az agresszió és a gyilkolászás ezek a piacon. És nyilván azért, mert ez egy könnyen, könny, könnyű koncepció. És vonzó koncepció, az, hogy te egy katona vagy például, ez a... a power a fantasy. Power fantasy, igen, pontosan. Tehát nem azt mondom, hogy a, a, a gaming piacok nem kell fejlődnie, mert fuck yeah, hogy ne kéne. Kicsit, kicsit legyünk, legyünk komolyabbak, de, de ez, ez, ez a folyamat, ez jelen van. Tehát most már képesek, összetett történeteket elmesél a játékok, és úgy interaktívak lenni, hogy közben nem az interakció, az interakció nem arról szól, hogy, hogy lelövöd, aki szembe jön. És ezért kicsit szomorú például Bajosok infinit. mert az egy tök mély sztori, és tök jó sztori, de ugyanakkor a felszínen meg csak egy buta lövölde. Ezért nem kell felszínesen nézni a videójátékokat, és összerakni egy 5 perces montást és felrakni a Fehérháznak a YouTube csatornájára. Ne rám néz, azt nem én adminolom. <laughs> <laughs> az pont nem te. Pont nem. Na mindegy. csak nem akarom azt elvitatni, hogy van dolga a videojátékpiacnak piacnak ezzel. Nyilván olyan játékokkal, mint mondjuk a Hatred, én se vagyok kibékülve, mert céltalan erőszak van benne. Na, és... Hagyjuk a Hatred, hagyjuk a Hatred. A Hatred az egy, az egy botrányjáték volt, és mint minden botrány komolyan vehetetlen. Okay. Mint a Szabi Est és Szalai Ricsi csörtéje ah. a Youtube-on. Ezt most azoknak mondom, akik esetleg tudják, miről van szó, mert én ennyit tudok. De hogy lássátok, milyen napra kész vagyunk. Gondolom ez olyan megrendezett, mint az összes többi youtube dráma. nyilvánvalóan. Szóval én csak azért akartam felhozni egy picit a hétredet, mert van videójátékokban céltalan, értelmetlen erőszak. De az nagyon... De nem kell hétredig menni. Hát most, érted, a legnagyobb AAA címek mind arról szólnak, hogy valakit meg kell gyilkolnod. És uh, a Power Fantasy becsomolják az egésznek a kod. Hát jó, de nyilván... amíg a Wolfenstein ebből tekel egy nagyon jó történetet, addig ez engem nem fog zavarni, mert nem céltalan az erőszak. De, de túlzott. Nyilván, Tehát de túlzottságában olyan... válik komikussá. De, ne, de a Wolfenstein nem komikus történet olyan, olyan bodycount van. Count van, <laughs> olyan bodycount van ezekben a játékokban, ami a 80-as években volt jellemző a filmekre. Meg a 90-es évek B-kategóriás filmjeiben. Hát, a, a, tehát, hogy így végigmész egy pályán, és így meggyilkoz 50 ezer náci, de nem kell nácinak lenni. Kodban is kis milliókat a pusztul el, és mindenki halál és vér és fröcs, meg. A Divisionben jönnek szembe veled a, 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 a <laughs> a téli sapkás fosztogatók, és mindenkit így le kell mészárolni. De ott meg azt teszik komikussá az erőszakot, hogy 680 golyót, szó szóval szerint 680 mm. golyót kell belelőnöd egy emberbe, hogy meghalljon, mert ilyen lúter-súter van felhúzva, ahhoz kélelődnek egyre jobban az ellenfelek, és attól még, hogy mindegyik egy cingár ember, attól még egyre több golyót kell e, belelőnöd. Elő. <laughs> szóval, na, tehát értem a, a az az erőszak és egy lövöldözés egyrészt, ahogy mondtad, egy könnyű játékmechanikai forma, és egy, egy egyszerű kommunikációs csatorna, hogy így mondjam. Mert hogyha a wolfenstein ott vagy egy pályán, akkor nem az a lényeg, hogy te habzószájjal megölje 60 nácit, hanem ott van a kihívás, hogy ők túlerőben vannak, és te hogyan tudsz körülöttük navigálni ahhoz, hogy élve kerülj ki a helyzetből, és közben mondjuk lehet, hogy egy kis adrenalinást is kapsz, hogyha elég nehéz a játék. Um, az összes lövöldözős videójáték az a, amit már a, szerintem pont a Doom kritikámban mondtam el a három percesbe, az a, az a kidobósnak a felnőtt változata. Az a lényeg, hogy vagy te, <laughs> van az ellenfél, és te maradjál talpon. Hogy most labdával dobod le vagy, vagy, egy, vagy egy megrajzolt AK-47-essel, a végeredmény ugyanaz. És szerintem lehet, hogy most elbagatelizálom a, a problémát, de a hatása is ugyanaz. Nyilván másokra nagyobb hatása embertől függő, hogy a, 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 a vizuális input mekkora hatásra van rá. De én a videójátékokban az erőszakra mindig így gondoltam, vagyis az öldöklésre, hogy azok csak státuszbeli különbségek, és így, ahogy itt ülsz előttem, én nem úgy gondolok rád, hogy ha beléd vágom a kést, és ott trengsz a földön, akkor az státuszbeli különbség lesz. Nem, az emberölés. Az viszont, hogy a Wolfensteinben megölök egy nácit, az olyan, mint mikor Pistit kiütöttem a kidobósba. Kiesett a játékból, én nyertem. Na ezért jók az olyan játékok, ahol ez igenis része a játékmerednek, mint például a Dishonored hogy a dizenőrdöt meg tudod csinálni, az egész, az egész játékot végig tudod úgy vinni, hogy senkit nem ölsz meg. Még a fő gonoszokat sem. A bosszokat sem ölöd meg. Hanem mit tudom én, e elküldöd egy lezárt dobozban az északi sarkra. Ami végül is kérdőjeles, hogy az, az mennyire humánus mennyire megoldás. De, ne de hogy nem ölöd meg, és ott is ugye le lehet ütni az őröket, és ott játékmanikában nincs különbség a hogy leütsz egy ört, vagy meggyilkolod. Ennek a a már van? játék Tehát nem értéket hátrány azért, mert leütöd, nem fog felkelni. De nehezebb lesz a játék. Hogyha megölöd őket. Ja igen, mert jönnek a patkányok, igen. A, a Dishonored az egy elég összetett játék ebből a De, szempontból. Igen. És ott pont az van benne, hogy a rengeteg eszköz, amit kapsz, az még motiválhat is téged a kreatív gyilkolásra, és ez most így borzasztó hangzik elmondva, de amikor játszod, nem úgy gondolsz rá, hogy akkor jaj, de jó lesz, hogy én ezzel a drótokból összehákolt aknával én most 60 cafatra fogom szakítani az embert, hanem mint egy, mint egy kirakósra, mint egy puzzle hogy hogy oldom meg azt, hogy itt van tízőr, egyik se vegyen észre, de egyik se maradjon talpan a végére. Érdekes. Mondom, én nekem jót tesz a lelkemnek, hogyha nem kell őket megölni. Persze, én, én, nekem én nem is az, én is mint a, ha, van, ha van rá lehetőség, <laughs> ha van rá lehetőség, az összes olyan játékban, ahol van gyilkolós, meg nem gyilkolós opció, első végigjátszásra mindig végigmegyek a nem gyilkolóson, utána meg második végigjátszásra a, a hát most lehet kreatívabbnak nevezni, vagy, vagy változatosabbnak, de aztán megyek a változatosabb gyilkolós A másik ilyen úton. példa az a Deus Ex. És ott is igen. Gyilkolás nélkül játszottam végig az első rend, a második még hátra van. Mondjuk ott a bosszokkal végezni kell. Nem, Vissza. a Deus Ex-be, pont, Aha. hogy nem. Az a, az egybe volt ilyen probléma, mint a men. Melyik volt az? A Human Revolution-ben volt még a egy a ilyen baj, az igen, hogy brute force kellett a bosszokat, a, kett, a mankind Divided-ban már bárkit kibeszélhetsz. Bárkit lebeszélhetsz. Ki ki bárkit bárkit, bárkit. lebeszélhetsz bármiről. Na jó van. Um, hát srácok, írjátok meg a véleményeteket, ti megőrültetek-e már, um, de tényleg érdekel, hogy főleg, mert ugye sokszor átbeszéltük, hogy hülyeség, de hogy mit gondoltok például erről, amit most felhoztam. Szerintetek valid dolog-e ez, hogy igenis a játékoknak is feladata lenne a játékpiacnak, hogy kicsit elkezdjen komolyabban venni magát, és nem úgy gondolom, hogy David Cage megint rendez egy játékot. <laughs> valami hülyeséget, hogy már 20 éve film lenne belőle, akkor azt mondanak, hogy az 20 éve is ódivatónak számított volna. Hanem, hanem, úgy tényleg, hogy ne csak ugyanaz, ugyanaz legyen mindig a tematika. Persze. Jó, Nem akarok a kommentelők helyet válaszolni, nyilván ebben is van igazság. <laughs> Jól van. Akkor köszönjük a figyelmet mára. Jót beszélgettünk. Be is egy kicsit. <kül> De jó lesz most streamelni. Most fogunk streamelni? Hát van, tegnap. Ja. <laughs> hát akkor... Azt hiszem, holnap is streamelek. De ez nem biztos. Nem, vasárnap. Nézzetek, jó, van nézzetek van, van. be Twitch-en, hogy, hogy mi a helyzet ezzel a kapcsolatban. És további szép napot nektek, és jó hétvégét. Sziasztok. Sziasztok.